Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai óránk anyaga az, hogy megnézzük, hogyan tudunk indítani activity eredményét. Egy nagyobb alkalmazás fejlesztésekor néha egy activity olyan célból futtatunk, hogy az valamilyen eredmény szolgáltasson nekünk. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy A activity elindítja B activity B activity bekér valami adatot a felhasználótól, majd a bekér adatot visszaküldi az A activity-nek. Ilyenkor az activity a start activity for result metódussal kell indítani a megszokott start activity helyett. A hívott oldalon a set result függvényel tudjuk az eredményt visszaküldeni a hívó activity-nek. A set result függvénynek két paraméter van. Az első az a result code. Ez egy enumeráció, ha minden rendbe történt, akkor mínusz 1-er, ha valamilyen probléma lépett fel, akkor nullás értéket térünk vissza. Egyébként ezzel tér vissza a rendszer akkor is, ha a felhasználó a vissza gomba nyomott a telefonján. Az eredmény megkapásához a hívó oldalon az On Activity Callback metódust kell implementálnunk az Activity osztályunkban. Mikor az indított Activity végez, visszaad egy eredményt egy intent formájában, amit az On Activity kapunk meg. De hogyan tudunk küldeni adatot, hogyha nem elég a result code? Ugye a set függvénynél egy intent adatobjektumot is átadhatunk. Az adatok átadására az intent objektum put extra függvényét használjuk, ahol elegendő a kulcs és az átadandó érték megfelelő beállítása. Természetesen itt most mi csak azt nézzük meg, hogy alaptípusokat, boolt, intet, stringet, hogy lehet átadni intent objektum segítségével. Röviden összefoglalva, Erről lenne szó, ez a tananyagunk, és ehhez fejlesztünk egy nagyon rövid, apró kis applikációt, ahol áttekintjük a szamarin megoldásait ebben a tématerületben. Akkor irány a Visual Studio. Hozzunk létre egy új projektet, szandroid.activityparameters, paraméterek, okézzuk le, két activity lesz, lesz ugye egy fő activity ez lesz az A activity, és lesz egy second activity, ami pedig a B activity lesz, ahol adatot kézünk be a felhasználótól. Adjunk is hozzá egy új activity -t. ennek a neve lesz az, hogy second activity. Így jönni. Nagyon jó írjuk is át a nevét, hogy szépen megjelenjen, és készítsük el ennek a layoutját. Adjunk egy layout fájlt a layout folderhez, és akkor ennek pedig a neve az lesz, hogy second XML-ből fogjuk természetesen fölépíteni. Jó, most adjunk hozzá szöveget, ugye egy szöveges mezőt, ennek a text view-nak az értékét írjuk át. Adjunk meg valamit. ezután alá helyezzünk el egy plain text widgetet, így és még egy button amivel vissza fogunk térni. Button. Oké, okay. most átmegyek a forrás nézetbe, és itt fogok egy kicsit dolgozni. Ennek nem kell ID, text hiszen csak kiírunk valamit, hogy a felhasználó tudja, mit várunk el tőle. Az edit textnek az ID-ját elfogadjuk, csak ezt az egyes letörlöm. A buttonnek a textje az legyen az, hogy vissza, és az id pedig legyen az, hogy button back. Oké. Okay. Le fogjuk menteni. Design. Adjunk meg valamit, ide beírunk valamit, a visszajombal visszatérünk a hívó activity-hez. Build, rebuild, és akkor már a rendszer látni fogja az új ID-kat. Oké, okay. akkor csináljuk meg a main, léljautót. Itt ugye az ID az legyen az, hogy button next, tehát ez fog mutatni a következő activity-re, a szövege pedig legyen az, hogy Second Activity. Mindig félek egy picit, hogy elgépelem. Second Activity jó, rendben van. Akkor most átmegyünk az Activity 1-hez, ezt azért át fogom nevezni, hogy szépen lássuk, ez lesz a main activity, így, ni. itt vagyunk a main activity-be, és akkor itt el tudunk kezdeni dolgozni, Build, rebuild, igen, a My Button már ugye nincsen, mert átírtuk. Tehát kikeressük, ugye a Button nextet, ő lesz a Button, és föliratkoztunk a Next Button Click metódusára. A benne lévő dolgokat most szépen kitörlöm, és akkor itt meg is írhatjuk ennek a klik eseménynek a logikáját. Tehát itt fogunk indítani egy új activity-t, ehhez kell egy szándék, intent, intent, egyenlő, new intent, átadjuk a kontextust, valamint ugye megadjuk az osztályunknak a típusát, ez pedig a second activity lesz, és most elindítanánk az activity-t a start activity-vel, de nekünk most kell eredmény, ez pedig a start activity for result lesz. Kiválasztjuk ezt a metódust, át kell adni neki az intentet, jó, és egy request kódot. Ez nagyon fontos, egy intet vár, most egyelőre ide ezt beírom azt, hogy egy. Természetesen ezt illik kitenni Konstasba privát int konst, hoppá, privát konst int, legyen az, hogy request code egyenlő egy és szépen, ide be fogjuk írni. Nagyon jó. Ez azért nagyon fontos, mert egy Activity-n belül több más activity is hívhatunk. És fontos tudnunk, hogy éppen melyik fog visszatérni. Hiszen mindegyik a következő metódusban fog visszatérni a bekért adattal, mégpedig az On Activity result, ö, metódus kell fölül írnunk. Tehát override. On Activity. Tizát. Nagyon jó. Az őst most ki lehet törölni. Nézzük meg a paramétereket. Tehát itt van a request code. Ezzel fogja azonosítani magát a activity aki nek ugye elvárjuk a kódját, amiért le szeretnénk úgymond majd kezelni a megfelelő logikával. Aztán van egy rizált kód, ez azt fogja megmondani, hogy minden rendben történt-e, vagy valamilyen hiba lépett föl, és a végén pedig ugye a meghívott activity-nél a, a, bekért adatokat egy intentbe fogja átküldeni a hívó activity-nek a meghívott activity. Oké. Okay. Erre a metódusra majd egy kicsit később visszatérek. Most kezdjük el megírni a Second Activity-nek a logikáját. Első körbe meg kell keresnünk a back gombunkat, vagyis az arra mutató referenciát, button, button, find view by id, gombá fogjuk kasztolni, és kiválasztjuk, tehát resource id button back, megvan rá a referencia, szépen erre a buttonre, tehát ennek a klik meseményére pontosabban fogalmazva, föl fogunk iratkozni, Itt pedig az Edit Text-re fogjuk elkérni a referenciát. Edit Text, meg is van. Oké, okay. most csinálunk egy intentet, hiszen ezt az adatot, amit bekértünk a felhasználótól, a hívó oldalra át szeretnénk küldeni. Bocsánat, angolul írjuk. És most jön egy kis újdonság, Déta. Put extra. Meg kell adni a kulcsot, ami egy név. Legyen ez most Déta ki. És ugye egy bull value-t kér, de természetesen nagyon sok más alaptípusot is el tud fogadni. Láthatjuk ide tehát bedobjuk a edit textnek a text property tehát azt a szöveget, amit bekértünk a felhasználótól. Kész van az adatunk. Most meg kell hívnunk a set rizált metódust, hiszen ez fogja átdobni a hívó oldalra az adatot, a rizált kódot is meg kell adnunk, rizált enumeráció, oké. Okay. És az intentet, amiben benne van az adatunk, majd a finish szépen bezárjuk ezt az activity tehát lekerül a Back Stack-ről. Oké, okay. egyetlen egy dolog nem szép a kódunkba, mégpedig az, hogy a kulcsértéket beégettük ide a kódunkba, hiszen ezt a hívó oldalon is ismernünk kell, csak akkor tudjuk kivenni az intentből. Tehát erre ö, kell egy változó, amire tudunk majd hivatkozni. Most egyszerűen oldjuk meg ezt a kérdést. public const int, ö, bocsánat, string. Um, szöveg, kicsit átírom, és itt pedig kicserélem. Így, ni. Most már készen vagyunk a second activity-be. Oké. Okay. Megyünk a main activity-be. Tehát, ö, még egyszer azért elmondom. Itt, amikor meghívjuk a setResult metódust, akkor szépen a main activity-be, ami meghívta ezt a második activity-t, az on activity metódusba fog átérkezni az adat, ugye ez egy callback metódus, és itt kell szépen lekezelnünk a megfelelő paraméterek alapján az üzleti logikánkat. Tehát itt kell megvalósítani az üzleti logikánkat, tehát hogyha a request kód, amit kapunk, és a rizált kód az egyenlő lesz a rizált okéval, akkor fogjuk kiíratni az adatot a képernyőre egy toast üzenet felhasználásával. Csináljuk is meg, tehát string text egyenlő lesz adat, ugye ez az intentünk, amit átdobtunk, get string extra, kell a kulcs, de semmi gond, mert ismerjük, second activity, adatkulcs, és ö, készen is vagyunk. Oppá, short extra van, de nekem string extra kell, megvan a szövegünk, ezután pedig egy toast, még text, kontextus, this, szöveg, text, toast length, show long, ne short legyen, és a show metódussal meg tudjuk ezt jeleníteni. És készen is vagyunk, tehát ami nagyon fontos, amikor elindítunk egy Activity eredményét, megadunk egy Request kódot, itt ezt megkapjuk az On Activity első paraméterébe is, és ez alapján tudjuk vezérelni a metódus működését. A rizált kód pedig azt mondja meg, hogy milyen eredménnyel zárult az adatbekérés, ha ez oké, okay, akkor lekezeljük ennek megfelelően, ha nem, akkor pedig ugye azt kell majd megvalósítanunk lekezelni a programkódunkkal, és legvégül megkapjuk magát az adatot, amit ide szépen kiírunk. Jó, mielőtt akkor elküldeném fordításra, akkor nézzük át a projektet. Itt már is látok egy elgépelést. Sajnos ezt ki kell javítani, mert ez nem Request code, hanem result kód rendben van. És amit még el szoktam hibázni, amikor egy új Activity-t indítok, hogy ezt a Set Content view t nem állítom be, és igen, ez sem jó, átmásolom, de nem main lesz, hanem second így. Igen, tehát most már szépen látható a, a kód is. 15-ös API level, akkor küldjük rá a kódot. Jó, elkészült. Tehát ez a main activity, a hívófél, behívjuk a second activity adatért, adjunk meg valamit, jó, Kveti. majd amikor végeztünk, vissza, bezárult a second activity, és a kverti adatot a main activity egy toast üzenetbe megjelenítette, tehát át tudtuk adni az adatot a hívó activitynek. Még egyszer, second activity, itt kérjük be az adatot, kérjünk be valami adatot. Oké, megnyomjuk a visszagombot, ekkor bezárul a second activity is átdobja egy intentbe a bekért szöveget, amit a main activity jelenít meg egy toast üzenetbe. Ez a kis gyakorlat tulajdonképpen egy egyszerű úgy gyakorlatnak tekinthető az Android világába, de nagyon sokszor szükség van rá, és ezt még egyébként sem néztük meg. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és megint valamilyen aprósággal fogjuk folytatni körülbelül egy hét múlva. Köszönöm mindenkinek a figyelmét!